Üdvözlök mindenkit, május 14-e van csütörtök, legalábbis csütörtök lesz hamarosan néhány óra múlva. Eurósa dollárt látjátok napi felbontásban. Erről fogunk beszélni, az euróról, egy kicsit bővebben, és fogunk beszállni kereskedésben, long plus pozícióban. De mielőtt ugye erre rátérnék, lezárom az előző 35-36 bolgomat. Ez nagyon-nagyon fontos volt nektek megpróbálni elmagyarázni, legalábbis azoknak, akik esetleg nem tudták, vagy nem látják át rendesen ezt a rendszert, hogy enélkül, hogy ezt megértsétek, vagy megértsük, hogy ez a rendszer hogy is működik, enélkül elég nehéz lesz bármivel is kereskedni ezen a piacon, mert akkor ugye meg fogsz lepődni azon, hogy holnap után, ahogy már mondtam, 233 lesz a magyar forint, vagy esetleg nem tudom, az euró ellenében 318 forint lesz egy euró. Most emlékeztek arra a múlt hét csütörtökre, remélem, gondolom, hogy aki figyelt a csartokat, az eléggé le volt döbbenve, hogy micsoda esések és micsoda mozgások voltak, ezért sem szabad többet befektetni, ugye, mint 5%-ot a portfóliódnak, hogy teljesen mindegy, merre mozdul el hirtelen az árfolyam, ne verjen le a víz ugye néhány perc alatt, és ne legyen meg úgymond az a bizonyos marginkal a számládon. Na most, ugye arról beszéltem nektek folyamatosan, azt próbáltam magyarázni, ugye, hogy van ez a bizonyos fiat money és ez a fractional reserve banking system, ez a rendszer, ez a monetáris rendszer, amit úgy hívják, hogy monetáris pénzügyi rendszer. Na most, fontos leszögezni, nem mielőtt átmegyek és áttérek arra, hogy mégis egy egyénileg mi hogy, vagy te hogy védheted le magad a lehető legjobban ezzel a rendszerrel szemben. Természetesen nem azt fogom ajánlani, hogy költözz el valami dzsungelbe, vagy nem tudom, valahova föl a hegyekbe, valami észak-amerikai országba, ugye, akár Kanada, akár Amerikára gondolok, ugye, ahol mint remete kell élned, de a lehető legjobban megpróbálni elhatárolódni ettől a bizonyos rendszertől, hogy ne szívja ki, ne szívja le az életerődet, akár néhány év alatt is. Azelőtt nagyon fontos elmondanom, hogy teljesen mindegy, hogy melyik pártra megyünk el szavazni, akár MSZP, SZDSZ, Fidesz, nem tudom milyen pártok vannak még itt, ugye miért. Ugye, mert az, hogy ki van kormányon, az csak egy dolog, hogy melyik csoport van kormányon, az csak egy dolog. Van egy nagyon fontos dolog, ugye, amit egyetlen kormány sem fog valószínűleg felvállalni, vagy egyetlen párt sem fog felvállalni, legalábbis nem látom ezt az elkövetkezendő néhány évben, hogy bárki őnek lenne vére pucájában ezt felvállalni. Ezt a bizonyos központi bankos játékot ugye meg kellene szüntetni, ami ugye ezen a világon folyamatosan megy. A probléma nem csak azzal, hogy a világon, hanem azzal, hogy Magyarországon is. Tehát nekünk a központi bank, ugye, ami egyáltalán nem a magyar állam része, ha bár úgy néz ki, mintha a magyar állam része lenne, ugye folyamatosan kincstárjegy ellenében pénzeszköz, tehát pénzt ad ugye a magyar államnak, amit a magyar állam használ fel. Természetesen ezt általában ezt a pénzt elég komoly húzós kamatra adja és szolgáltatja, úgymond ez a bizonyos központi bank. Amíg ezt a bankot ugye nem szüntetjük meg, nem zárul be ez, nem fejeződik be ez a bizonyos játék, addig ebből az adósságcsapdából, abból, hogy ugye a magyar emberek vállán állandó komoly teher van, hiába hoz az állam bármilyen, nem tudom, törvényeket, rendelkezéseket, felemelheti az adót akár 80%-ra is, ugye, ha itt a, nem tudom, a 40%-os, 45%-os adók, meg már nem is tudom milyen díjak, a jó Isten tudja milyen díjak vannak, nem segítenek, persze ugye a benzinben is óriási adók vannak, tehát ha ezek sem segítenek és a pénz csak úgy elfolyik, akkor ugye mi kellhet még? Hát ugye a probléma az ott van, hogy először is ezt a bizonyos központi bankot be kell zárni, és meg kell szüntetni ezt a bizonyos pénzelőállításosdi dolgot óriási kamatra, és a magyar államnak kell szépen előállítani magának az ő saját pénzét, unitját, jelét, de erről majd fogok kicsit bővebben beszélgetni, mert ennek egyáltalán nem papírpénznek kellene ugye lenni, amit bármikor elő lehet állítani semmiből. Tehát arról fogok beszélni az elkövetkező néhány blogban, hogy egyénileg ez mégis hogy lehet a lehető legjobban kivédeni. Ezt fogjuk megvizsgálni, de most jelenleg nézzük meg a kereskedéseinket.
Euró-USA dollárt láthatjátok napi felbontásban. Dupla padló úgy látszik, hogy be van téve, vagy legalábbis közel van hozzá. Ugye én nem nyitottam még meg a kereskedésemet, de mindenféleképpen úgy nézem, hogy az 1.26 20-as mező környékén, 15-20-as mező környékén itt érdemes lesz beszállni ugye ebbe a long pozícióba, és beáldozni ezt a 100-113-115 pipet, megnézni, hogy az euró betette egy közép, rövid középtávú padlót, és esetleg az árfolyam elkezde oldalazni, vagy esetleg, ha ugye még szerencsésebbek leszünk, vagy jobban néz ki a dolog, esetleg megindul jobban felfelé az árfolyam, és visszateszteli ezt az 1.33-as, 1.34-es szintet. Itt nem csak az euró-USA dollárról van szó, kinyitok nektek néhány másik árfolyamot is, valutapárt is, euró-ausztrál dollár, ha valaki azt akarja megnézni, megpróbálni. Euró-svájci frank, nézzétek meg, sárga vonal ugyanúgy betéve a kis padlónk. Nem is tudom, miket húzkodtam még itt be, itt az euró, norvég koronát, ugye. Vagy az euró, új-zélandi dollárt például. Tehát itt, attól függetlenül ugye, hogy hol húzod meg azt a bizonyos sárga vonalat, nyugodtan be lehet próbálni. Itt például ebben az esetben egy olyan, nem tudom, 50 pip beáldozásról beszélgetünk az euró új-zélandi dollár esetében. Az euró-USA dollár esetében ugye több mint 100 pipről beszélgetünk. Tehát annak idején az a bizonyos május 6-ai árfolyamon, május 6-ai napon az árfolyamnak ugye az az 1.25-20-as ára volt a legalacsonyabb ár, amit betett. Tehát ahhoz az árhoz viszonyítva kell megnéznetek, hogy ott kellene behúzni a sárga vonalat, ugye annál az árfolyamnál, hogy mégis az alatt sikerül-e az euró-USA dollár árfolyamnak zárnia. Na most ezt a kereskedést meg fogjuk nézni veletek, meg fogom nézni veletek az elkövetkezendő 2-3 hétben, de természetesen, ha a sárga vonal alatt zár az árfolyam, ki fogok szállni a kereskedésből, csak úgy, ahogy ugye múlt héten megtettem, amikor a 31.50-nél, vagy hogy nyitottam a pozíciómat, és nem jött be ugye a bizonyos short, és az árfolyamnak sikerült ugye lejjebb menni egészen az 1.25-ös 20-as mező környékére. Köszönöm figyelmeteket, sok sikert kívánok!